Ezeman Szilágyi Tokai Asszú című darabját hozta el a Veszprémi Színház Szarvasra. Most a rendezővel beszélgetünk a darabról, annak a specialitásáról, arról, hogy egy szerelmi történet mit jelent most a 21. században. Hát ezt megsegítendő az örömteli felkérés után, ha szabad azt mondanom, nem lehagy György dramaturggal és Fekete Mária zenei vezetővel, hát maivá tettük olyan értelemben, illetve hát az én ötletem volt és az én megvalósításom is, de hát nem magamakat akarom itt fényezni, ez egy három felvonásos színdarab. Eleve két részt csináltunk belőle, ami nem egy nagy találmány, de én írtam elé egy nagyon pici előjátékot, ami arról szól, hogy bejönnek a kollégák és elmondják, hogy ma elmondok egy mesét nektek. És a végén ugyanebben a keretben van tartva, tehát az egész jelzett játék, a játszótér, a játéktér egy másfajta stílust is határoz meg. És ezzel igazán hülyek vagyunk ez a nagyon tehetséges szerzőpároshoz, sőt, úgy próbáltunk plusz darabokat, zenei dalokat beletenni, hogy a dramaturgiai fontosak lennének, és hogy olyan kiváló színésznő és egy olyan kiváló alkatú színésznő játsza ennek a abahúj szállásnak a paraszt nagyasszonyát, a szabad, mint Csarnói Zsuzsa, akkor itt egy olyan alkati determináció is van, hogy beletettünk olyan flashback képeket, hogy neki is vannak vágyai, és rengeteg ilyet látnak benne, és ezt mivel Tokajban mutattuk be stílszerűen, és ott 2000-valahány száz embernek ez, hát enyhén szólva nagyon tetszett, és ilyen színházi nyelven szólva szétverték a házat, hát remélem, hogy ezen a csodálatos helyszínen, ahol én most vagyok először, ugyanilyen tetszést arathat, tehát egy újfajta megközelítését láthatjuk ennek a nagyszerű szerzőpárosnak. Miért van szükség erre? Az imént említett, ön által kitalált úgymond keretre erre, az előzetesre, erre az előzményre. Hát az előzetes az egy percig tart, hogy bejövünk színészek, és azt mondjuk, hogy eljátszunk nektek most valamit, mert annyira tehetséges maga a Szilágyi László által megírt mű, hogyha kivenném belőle a zenéket, amit ő természetesen sokkal szegényebb lenne, prózailag is megáll önállóan, és hát örök probléma az érdekházasság, az érdekből közeledek valaki ez sajnos napjainkig, tehát abszolút, hogy mai történt, és ezzel a kerettel, ami egy perc a benne játszó színészek elmondanak egy mondatot, ezzel rögtön egy abszolút olyan idézőjel beteszi a dolgot, hogy érdemes odafigyelni gyerekek, mert valami olyan mesét mondunk nektek, ami talán tanulságos, ennyi az egész. Tehát ettől én nem lettem társszerző, és ez nagyon jól működik, mert most már másodszor fogjuk, akkor közel 3000 ember látta, ha itt csak egy félház lesz akkor is, és aztán ez októberi bemutató, és nagyszerű munka volt. Én sokatszor dolgozom a Veszprémi Petőfi Színházban színészként és rendezőként is, valamikor a pályám elején, 40-valány évvel ezelőtt ott voltam, ez az 50. szezonom, és tudják rólam, hogy ez a produkció a benti épphogyházi főpróbaszerűségig, amíg 80 ember látta, 20-szor ment legalább egybe tokkal vonóval. Tehát a színészek ezt már maguknak nagyon sokszor eljátszották azért, hogy tökéletes biztonsággal tudják megmutatni, és szerintem ez nagyszerűen sikerült nekik. És akkor a siker előre vetíthető. Hát majd meglátjuk, hogy ma este, de hát csodálatos zene szól, nagyszerű színészekkel, és remélhetőleg a itteni csodálatos környezetben lévő szarvasi közönség is nagy megelégedésért, legalábbis bízom benne. Nézze, Mari néni, milyen szépen ragyognak, hogy fönn a csillag. A fene azt a csillagvizsgáló természetét. Furcsa lány maga. Vasárnap este kint áll a ház előtt, és a csillagokat bámulja, ahelyett, hogy kihasználná a kimenőjét. De hogy én itt ülök az 50 évemmel, az rendben van, de hogy maga 16 évével? Hát hová menjek, Mari néni? A ligetbe. Megmagyarázta magának az utat, vagy már elfelejtette? Jaj, de hogy felejtettem. Lemék a Dunapartra, átlék a Láncfúron, befordulok a méltóságos gróf Tisza István utcába. Hát akkor, miért ilyen gügye? Mióta beszegődött, lent sem volt a hegyről. Nem merek én oda lemennem. Még itt is szégyellem magam ebbe a ruhába. De hát, ha egyszer nem engedik az otthonit viselni. Majd pedig, ha látnám, Mari néni, minő szép ruhám van nékem, otthoni ünneplő 8 szoknyában. Jaj, te buta kis bogár maga! Mennyire fáj a szíve a falu után, miért jött föl fent Pestre szolgálni?
nem volt oda az a maradásom. Édesanyám kiadta az utamat. Tán valami ügye volt ott magának? Ja, odahaza felejtette a szívét. Nem felejtettem én odahaza sem. Na, csak van valaki-e? Férfi nemű ismerettségre gondolok. Kibe szerelmes, árulja már el. Szerelmes? Én azt se tudom, mi az. Majd maga tudja, Mariné. Én ne tudnám. 30 éve vagyok szakácsépeste. Szerelem az, amikor az ember szereti a libacombot, és mégse ő eszi meg, hanem vére teszi egy bizonyos illetőnek, és ez az illető megesz. De megám! És még pofázik is hozzá, hogy egy kis mellehúsát nem tudtál eltenni? Na, ez a szerelem. Ez! A másféle nincs. De van másféle is. Csak az már perverzió. Aha. Mariné, ha az ember meglát egy illetőt, és a szíve akkorát ugrik, hogy majd kiesik, az nem szerelem? De az is szerelem, a fele ott tegye meg. Meg az is, amikor az ember egy keserves belső indulatból kifolyólag mindig leérgeti a rántást. Mert folyton a piszok illető jár az esze. Furtanra gondol, hogy mikor látja meg. És mikor meglátja, arra gondol, hogy már sose látta volna meg. Hát Mari néni, ha ez igaz, ha ez az, amit maguk itt Pesten szerelemnek hívnak, hát akkor ez stimmol. Akkor én beleestem a szerelembe. Na, csak hogy bevallotta végre. Na, és ki a jelzett illető? Jaj, ezt nem mondhatom, mert szívem titka. Jaj, nem vagyok én kíváncsi természet. Csak a nevét árulja el. A nevét? Nem lehet azt kimondani közönséges szóval, muzsikálni kéne azt a tégi tilinkóval. Világos képre melejtsen felírni a létre, csillagokra kirakni a violon színégre. Na, Istának hívja! Ista! Sarki rendőrig, mert az államjából nem lehet baj.
hanem a sarkon túl a hegy tele van csibésszel. Itt a piros, hol a piros? A végén csak maga lesz piros, aztán bőket az erénye után. Kulcs a lábtörő alatt lesz. Oda teszem a vacsoráját is. Futok utána, ő rám se nincs, kivádom mégis ez a a Szent János bogarakat, és szégyellem magam előtt. Jó, mennem kell. Már a papa! Ezek vagytok ti, mai lányok, mi? Minden előfutamot végigcsináltok. De amint a döntőre kerül a sor, gyáván megfutamodtok. Le kell mennem. Vár a papa! Pistukám! Hely, hagyd békét, benned nincs vér! Mi? Bennem nincs vér? És főleg... rossz a memóriám. Ha most itt maradnék, akkor biztos mindenről megfeledkeznék. Jó, még magamról is. Popszikám, megőrítesz. Könyörgöm, maradj kint. Csak egy fél órára, egy negyed órára, 10 percre. Akkor pukkadj meg. De tudomásul többet az életben nem találkozunk. Ebben maradtunk. Akkor holnap mikor jössz értem? 4-kor. Popszikám. Ha Isten ismersz, visszajössz még legalább 5 percre. Tudod, még megpróbálom. Ha papa nincs itthon, visszaszököm. Angyal! Várj ott rám! Meddig? Te ha 10 percig nem jönnék, akkor menj haza és tusold le magad. Ez lesz a vesztünk. Mind a kettőn veszte. Kezit csókolom, fiatal! Parancsol! Mondom, kezit csókolom, fiatal! Jó estét! Most látom csak. Maga a papszik is asszony szobalány, ugye? Igenis. Persze, vasárnap van kimenős. Hát csak szórakozzék, szórakozzék. Ja. Tessék? Semmi. Ja. Mondja csak, fiam. Nem tudja, a méltóságos úr. Megy ma este a klubba? Máma otthon marad. Lefeküdt már délután. Fájlalja a torkán. Hogy a kibe meg a beba? Kellemetlen. Ja, a torokfájás. Az kellemetlen. Még belső forróságot is kaphat tőle az ember. Az ördög vigyázt a bólit! Ezzel a tavaszi levegővel együtt. Nekem is az viszi el az álmomat. Azelőtt úgy aludtam, mint kőt tészta a dunna alatt. Bezzeg mióta. Na, ismer vele, fiam? Eltetszik menni! Na most mit csináljad? Hazamegyek és odaállok a hideg zóny alá. És sürgős? Micsoda? Hát, hogy úgy tetszik sietni a zóny alá. Sürgős-e? Na nincs csak. Hát azért annyira nem sürgős. Hát, ne, gondolom csak jót lehet az egészséget. Időzni a jó levegőn. Az biztos. És mi az egészség? De hogy van az, hogy maga is egyedül időzik itt a jó levegőn? Így szép az. Az ember nézi a csillagokat, hallgatja a harmonikát, mint odahaza falu. És valakire gondol, mi? Aki a fülébe harmonikát. Oda, az a falu. Akire én gondolok, az nem harmonik el. Az zongora. De olyan gyönyörűségesen szépen, hogy ríva fakadok, amint a konyhából hallgatom. Az a legszebb muzsika, a zongora. Maga konyhából hallgatja a zongorát? De hiszen maguknál én szoktam délutánonként zongorázni. Hiszen akkor maga az én kedvemért van idekin. Hát, ha úgy is lenne, ki tudja. Kis dalos pacsirta se tudja. Titkos vonzódás. De, kis szédült. Tudod, hogy nagyon kedves pofa vagy. Vedd csak le a fityúrát a fejedre. Összekócolódik a haj. Hát aztán, na, levenni egy-kettő. Igen.